Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, kedves nézőink, azt hiszem, hogy önök is tapasztalták, hogy mennyire szélsőséges volt az elmúlt időszakban az időjárás. Nyilván az agrárgazdáknak ez sokkal nagyobb súllyal bír egy ilyen időszak, majd hiszen tudjuk, hogy óriási asszály volt, majd medárnapján megjött az eső, hát még a 40 napon nem vagyunk túl, de azt hiszem, hogy ez az eső valamelyest jót tett. A legfontosabb kultúrákról, növényi kultúrákról fogunk beszélgetni, vendégem pedig Szabó Gábor, az Aranybulla ZRT növénytermesztési ágazat vezetője. Szervusz Gábor, örülök, hogy itt vagy velünk. Nos, hát nézzük meg az őszi vetéseket, hiszen nagyon fontos számunkra, legfontosabb kenyérgabonánk a búza, ezt tudjuk. Ősszel is elég furcsa volt az időjárás. Igen, igen. Hát az őszi vetéseknek egy ideig ugye kedvezett az időjárás, majd mikor egy 50%-át áthaladtuk a vetéssel, akkor jöttek a csapadékos idők, ami kicsit hátráztatta, vagy úgy mondom, hogy egy néhány napra meg kellett állni a vetésekkel, meg kellett várni, hogy a talaj megfelelően megszáradjon, majd ezután lehetett folytatni az őszi munkákat. De annak ellenére én úgy ítéltem meg, mikor a télbe mentek a növények, hogy megfelelő állapotba kerültek, igazából kikeltek, az ősznek megfelelő bokrosodás elindult, tehát mondhatjuk, hogy jó állapotba ment a télbe a búza. Aztán jött a kelés, tehát a kelés jó volt, viszont abban jött az az időszak, amikor mintegy 80 mm, hol másutt, tehát a pontos adat a mezőföldre nincsen, de a gazdák általában azt mondták, hogy 50-től 90 mm eső hiányzott csapadék. Ez mennyire vetette vissza az őszi vetéseket? Ugye ez a csapadék hiány, amiről itt a tavasszal beszéltünk, ez gyakorlatilag elkezdődött már a tél folyamán, tehát onnantól kezdve igazán a talaj nem tudott feltöltődni téli csapadékkal, ami nagyon fontos az altalajnak a nedvesség megőrző képessége, hogy jó legyen, vagy egyáltalán tudjunk erről beszélni, hogy van mit megőrizni. Ugye a tél az gyakorlatilag hómentes volt itt, hát az a néhány centiméter lepel, ami az úton közlekedőknek azért néha akadályt jelentett, ez kint a földeken nem jelentett sajnos téli csapadékot. És így igazán a tél utóba, amikor már mindenki úgy gondoltuk, hogy tényleg nem lesz semmiféle csapadék tél folyamán, ekkor február végén, március elején ott voltak azért ilyen 15-20 mm-es csapadékot, aminek nagyon örültünk, és tényleg úgy nézett ki, hogy na, a tavasz az majd még helyre teszi, ami a télen nem történt meg. Szerencsére a tél folyamán nem volt kemény hideg, így a növények ezt a hómentes vagy takaró nélküli időszakot átvészelték, és vártuk a tavaszt. Igen, a tavasz meg is érkezett időben, ugyanakkor a csapadék pedig nem, csak nem akart jönni. Ez mennyire viseli meg a kalászosokat, illetve a repcét? Mert mi azt láttuk egyébként, hogy gyönyörűek zöld-zöld, viszont hát azért azt nagyon is jól tudjuk, hogy azért a kalászosnak fejlődnie kell. Ez így igaz, fejlődnie kell, és ugye az a legnagyobb probléma a tavaszi csapadékszegény, vagy mondhatjuk, hogy aszályos időszakban, ekkor képződik a kalászosnál a kalászdifferenciálódás, itt már meghatározódik gyakorlatilag a kalász nagyság, illetve a mennyiség, tehát ez egy nagyon fontos időszak a növény életébe, és ebben az időszakban bizony mindenki vissza tud emlékezni, hogy nagyon elmaradt a csapadék, nagyon nagy szárazság volt, tehát nagyon negatív dolgok elé láttunk, hogyha így marad az idő, akkor bizony katasztrofális betakarításnak nézünk elébe. Aztán egy kicsit javult, ugye, megjött medár, megjött vele az eső. A hétköznapi embernek talán kicsit soknak is tűnt, a mezőgazdaságnak viszont nagyon jól jött.
Úgy van, ez a Medárd kori, illetve még a Medárdot megelőző két hetet, ha szemügyre vesszük, akkor ott már lehűlt, tehát volt egy kora tavasz időszak, amikor azt mondta már a köznyelv, hogy korai nyár. Egy olyan időszak volt, amikor már magam is láttam, hogy némelyek a Velencei tóba bemerészkedtek térdig, vagy esetleg mellyebb is. Na, ekkor már ugye nagyon érezték a növények, hogy nincs több víz a talajba, és szerencsére a következő hét már hűvösebb lett, ugyan még a csapadék nem jött meg, de ezt is már egy kicsit zöldebbé tette a határt, egy kicsit felfrissültek a növények, hogy nem volt az a 25 fok körüli hőmérséklet, és akkor jött a medárdkori, amire nagyon vártunk, már is akkor elkezdett az égi áldás hullani ránk. Ilyenkor ugye a gabonaszemek tehetebbek lesznek, azt tudjuk, de mennyit segít az elmaradt eső, ha végül mégiscsak lehullik? Teljes egészében nem áll vissza a rend, a természet rendje nyilván. Nem tud visszaállni ilyenkor már, ugye ahogy említettem is, a kalász differenciálódás megtörténik. Hát az esők előtt egy határszemlét, amit tartottunk, ott olyan 20-25%-os terméskiesésre számoltunk, a kalász hosszokból, illetve a kalász darabszámból ítélve. Szerencsére jött ez az eső hullám, és így most reménykedünk, hogy a búza az még biztosan ebből nagyon sokat tudott hasznosítani, mert úgy az ászlós levél, mint lentebbi levelek is még zöld állapotban voltak, akkor megjött az eső, és ekkor még az be tudja építeni a növény a szemekbe. Tehát a szemkitelítődés az még határozottan javul ebbe az időszakban. Most már sárgálik, de még korai a becslés, de azért néhány szót váltsunk erről, hogy milyen lesz az esős szám, hektoliter súly, és ennek tükrében milyen a minőség és az ár. Hát, hogyha kitellenek a szemek, akkor azt mondom, hogy hát, ugye nehéz becsülni, de egy 20%-os terméskiesést gondolok az előző évekhez képest. Ennek a beltartalmi értéke, hát az nagyon attól függ, hogy most már ugye viaszérésbe vagy viaszérésen túl vannak néhány fajták, és ilyenkor már, hogyha a csapadék intenzív marad, akkor viszont kilugozódik a szemekből ez a beltartalom, tehát a sikér csökkenni fog, és nem biztos, hogy minden fajta meg fog felelni a sütőiparnak. Igen, hát ez az árban is megnyilvánul, nyilvánvaló. Annál is inkább, hiszen azért tudjuk, hogy egész Európa így járt, az Amerika pedig a nagy búzatermelőként nem különben, hiszen tudjuk, hogy ott még nagyobb a veszteség. Ugye arról beszéltünk itt a műsor előtt, mondtad, hogy volt egy próba aratása, megnéztétek, milyen az árpa, most milyen? Hát ebbe az árpába, ugye abba, olyan területen tudtunk úgymondom megindulni a betakarítással, ami azért egy ilyen nagyon-nagyon vízszegény, murvás, domboldalas rész, tehát itt már nem segített valójában ez a medárt után leesett csapadék, ez már szinte akkor érett volt, a szemek száradására vártunk. Itt nagyon gyenge hektoliter súlyt tudtunk vágni, ez ilyen 65-68-as hektoliter súly, és hát valójában a hektáronkénti termés is ilyen 3 tonnányi van ezen a területen. Hát a többi beltartalomra még vizsgálat nem történt, így arról nem tudok még beszámolni, de reméljük, hogy a jobb területeken azért ettől szebb eredményeket fogunk elérni. És akkor a repce még az ősziek közül, mi mindig megcsodáljuk természetesen, hiszen gyönyörű volt, viszont talán a repcéről hallottam én magam a legtöbb rossz hírt. Igen, ugye a repce az egy kicsit előrébb jár a fejlődésbe, illetve a vegetációba, mint a búza, így annak már egy
kicsit korábban kellett volna, illetve kellett volna sokkal korábban is, de ha a búzához viszonyítjuk, akkor az ilyenkor már ez a medárd időszakban szinte készen van. No, még azért nem találtunk akkori bejáráskor színeződő szemeket, tehát a becők és a szem is zöld volt, még néhány levelet is lehetett rajta találni zöldet, tehát valamilyen szinten az ezermag tömeg azért javulni fog a repcénél is, de a becő nagyság meg a szem darabszám az már sajnos nem. Valóban úgy van, hogy talán az őszi vetésűek közül a repce lesz a legnagyobb vesztes. Hát, ha jósolni, megítélésem szerint 3 tonna környékére satszolom. A tőzsde hogy reagál ezekre az időszakokra? Hát nem pozitívan, ha azt mondhatom. Igazából a tőzsdén ugyanaz a szituációt látom most is, hogy a betakarítás környékére egy nyomottár alakul ki. Itt ahogy említetted, hogy a kenyérgabona és a takarmány közötti különbség ilyenkor a legkisebb. Maximum el lehet érni egy 20%-nyi különbséget, de akkor a gazdáknak meg kell tartani, meg tárolóba be kell tenni a gabonát, és ha ki tudnak várni a megfelelő időpontig, ami lehet akár december, vagy esetleg a következő év eleje, a sok évi tapasztalat azt mutatja, hogy ezekben az időszakokban emelkedik meg a kenyérgabonának a ára. Hát a takarmányé az nem sokat mozdult az elmúlt időszakban, én úgy gondolom az idei év is ezt fogja tükrözni. Hát nyilvánvaló, hogy főleg az Alföldön, de itt a Mezőföld szívében nyilván nem erről kell beszélnünk, az Alföldön azért még nagyobb a veszteség valamelyest, hiszen ahogy nézegettem az időjárási térképeket, ott őket még inkább sújtotta. No, ha tavaszi vetések nagyon-nagyon fontos, itt pedig egy kicsit a gyomosodás és a férgek elterjedéséről is kell, hogy beszéljünk, hiszen egy rendkívül fontos, kritikus időszakban történt minden ugyanaz, hiszen a napra forgott a kukoricát el kellett vetni először is. És ráadásul itt azért az Aranybulla ZRT-nél és Fejér megyében általában ez nagy vetésterület. Igen, egy nagy vetésterület, egy nagy kihívás mindig a vetés, legalább akkora, mint a maga a betakarítás, és ugye mondja a közmondás, hogy ki mint vet, úgy arat. A betakarítást is, amikor, illetve bocsánat, a vetést is, amikor kezdtük, talán egyesek szerint még korán is kezdtük el a vetést, de én azt láttam, hogy a talajban ugye nincs tartalék, nedvesség, próbáljunk meg korábban vetni, azt a csapadékot, ami korábbi időszakban lehullott, óvjuk meg minél jobban. Így a szokványostól egy jó héttel előbb kezdtünk el vetni a kukoricát, majd a napraforgót közben, és hát pillanatnyilag igazolódik is a helyzet. Most ezek a korai vetések a legszebben mutatnak, legegyenletesebb. Viszont ahogy ment előre az idő, elérkezett a Szentgyörgy nap, amikor az a legoptimálisabbnak tartották a Szentgyörgy nap előtt egy héttel, és utána egy héttel elvetni a kukoricát. Hát ekkor már annyira száraz volt a talaj, hogy minden nemű mozgatással több centivel lejjebb húzódott a talajban, illetve nem húzódott lejjebb, hanem elpárolgott a talajból a nedvesség, és a későbbi, vagy a, úgy mondom, már az optimális időszakban, tehát a Szentgyörgy nap környéki vetések is már sokkal jobban megsínylették az aszályt. Igen, és ráadásul a szél is folyamatosan fújt, az sem tett jót nyilván. Ilyenkor a férgek sincsenek olyan számban, viszont hogy az eső beköszöntével ez is elindult, és a gyomosodás is. Ilyenkor mennyivel kell többet költeni a növényvédelmi munkákra? Egyáltalán mire kell figyelni a tavaszi vetéseknél, hiszen ha elpusztul a kukorica, akkor annak vége természetesen. Igen, igen. Hát valójában ahogy a vetések
elfogytak, vagy elvetettük a vetőmagot, és egy elhúzódó kelésnek néztünk eléje. Így nagyon nehéz volt optimális időben a növény habitusának és a gyomnövények kelésének is megfelelően időzíteni a gyomírtást. Ez nem is, tehát nem, egyszerűen nem lehetett megcsinálni. Végeredményben egy ugyanazon táblán belül sokszor hetek, vagy esetleg két hét is volt a kelés között. Tehát van olyan területünk, amelyiken ebben az időszakban ugye öt leveles kukorica állapotáig vannak bizonyos növényvédőszerek, van amelyik korábbi állapotáig lehet a növénynek kifújni, vagy kipermetezni a talajra, viszont nem voltak kint a gyomnövények, mert annyira száraz volt a felső réteg, hogy nem tudtak kikelni. Ugye sajnos az uniós előírások, illetve a visszavont növényvédőszerek többnyire már csak a levélen felszívódó gyomírtószereket engedik kipermetezni, ami nyilván környezetre nem olyan káros, illetve sajnos a mi tekintetünkből, a mi nézetünkből nem is olyan hatásos, mert semmiféle talaj hatása nincs neki, tehát a talajról a növény már nem tudja felvenni, gyökéren keresztül nem szívódik fel, így pontosan el kell találni a gyomnövénynek a levelét, hogy hatásos legyen és ne legyen gazos az a tábla. Tehát nagyon fontos, amit mondtál, mert hiszen a növényvédőszerek meg a gombafertőzések ugye éles ellentétben vannak egymással, nyilvánvaló, és a gombafertőzés mennyi volt most az idén, hiszen erről már a híradóban beszámoltunk, hogy védekezni kellett méghozzá elég sokat. Igen, a gombafertőzések is ugye az őszi búzánál már kora tavasszal kell figyelni a gombabetegségeknek a jelenlétét, és akkor már kell egy védekezést csinálni, majd később szokványosan egy kalászvédelmet, ami a szemek fuzáriumát, illetve az egész növény betakaríthatóságát vagy értékesíthetőségét befolyásolja. Hát az idei évben azok a pici kis esők, amik voltak, azok ennek a gombáknak nagyon kedveztek, mert ha emlékezünk, egy-egy alkalommal 1-3 mm esőt mérhettünk. Itt a mi környékünkön áprilisban nem tudtunk olyan mennyiségű esőt mérni, nem hullott olyan, ami 2 számmal tudtunk volna beírni a csapadéknaptárba. Tehát mindig csak annyi volt, és ezt rövid időn belül ki is fújt a szél, viszont arra elég volt, hogy a talaj felszínen egy párát képezzen, és itt elszaporodtak a gombák. Tehát egy gombaölőszerrel mindenképpen több kellett a növényeknek, de ez területe változtatja, vagy válogatja. Van, ahol bizony több is kellett, vagy esetleg olyan érzékenyebb kultúránál még több gombaölőszert kellett kijuttatni. Ugyanakkor az elmúlt hetekben az eső nagyon sokat segített a kukoricának és a napraforgónak is. Igen, ez a medárkori eső, ez bámulatosan megnyomta a napraforgó, illetve a kukoricáknak a növekedését. Szemlátomást gyakorlatilag azt mondhatom, naponta 10 centit is képes volt nőni a napraforgó. Most már elérte a csillagbimbós állapotot, lassan várhatjuk, hogy szépen besárgulnak a napraforgó táblák, és egy viszonylagosan fejlett és egyöntetű táblákat láthatunk a határban. No, hát rövidesen megkezdődik tehát az árparatás, aztán jöhet a búza, hát nem jósolunk, természetesen ott leszünk és beszámolunk erről. Én azt gondolom, hogy viszonylagosan azért helyreállt a rend. Igen, szokták is mondani, hogy amit a természet elront, helyre is teheti. Hát a helyretevés, ugye mindig azt várná az ember, hogy minden optimális legyen. Na, ilyen talán az elmúlt időszakban sem volt, ha hosszabb éveket nézek, meg talán nem is lesz. Tehát valójában olyan, hogy elvetettük a növényeket, és kényelmesen hátradőhetünk, várjuk majd a betakarítást,
ilyen nincs és nem is lesz. Tehát nekünk ott kell élni a növényekkel, és figyelni, hogy mi az igényük úgy tápanyagban, mint a betegségekkel szemben segíteni őket, hogy ne betegedjenek meg, ne romoljon az állomány, és így optimális mennyiségű termést tudjunk betakarítani. Ehhez kívánok erőt, egészséget minden agrárgazdának nektek is. Köszönöm szépen, Gábor. Én is köszönöm. Mi pedig folytatjuk az Agrárinfót, kedves nézőink, hiszen az elmúlt héten Lévai Ferencnél, Hallország fejedelménél jártunk Réti Majorban, megkérdeztük, megtudtuk, hogy mi minden történt a koronavírus járvány elmúltával a hallgazdaságban. A koronavírus járványt valamilyen szinten átvészelték a hallgazdaságok is, ugyanakkor a szélsőséges időjárás is némiképp változott, rengeteg eső esett. Milyen ez az idény? Elkezdődött-e az igazi halászidény a gazdaságban? Mondhatnám, hogy sosem volt idényünk van. Ennyire hűvös májusra én még nem emlékszem, hogy ma reggel is vissza kellett venni még egy pólót, mert június közepén vagyunk és hideg volt. Ennyire hektikusra se, hogy szél, vihar, eső, előtte pedig egy hideg és szárazság. Tehát minden, ami negatív eddig bejött. Most viszont már úgy gondolom, hogy mindenki kilábalt egy kicsit a bajból, kisütött a nap, gyönyörű az idő, és hát halat fogtunk. Szerencsére a turizmus lábra kapott, újraélet, és a magyar turizmus, mint ahogy most sajnos minden ország, bezárkózás. Következik az, hogy sokkal több a vendégünk az éttermekbe, a vendéglőkbe, és így értelemszerűen több halat is fogyasztanak. Ez nekünk azért fontos, mert a koronavírus okozta feltorlódás miatt, ahogy minden más ágazat, mi is elég komoly bajba kerültünk. Köszönjük a kormányzatnak, hogy egy intervenciós lehetőséggel kisegített bennünket, és a magyar közvizekbe kihelyezett 1200 tonnányi hallal megoldotta azt a problémát, hogy ne álljunk itt egy halhalom közepén és pénz nélkül. Ez kiment a horgászok felé, óriási örömre adott okot, rengeteg halat fognak a horgászok, örvendetesen nagyot lépett előre a horgásport, és nekünk, akik előállítói vagyunk a szektor fogyasztásának, mármint a halnak, ez egy örvendetes esemény. És ha most ránézünk erre a hálóra, akkor már ma éppen örömteli napunk van, mert a tegnap előtti nap az szétfújta a fejünket a szél, ma viszont gyönyörű szét napra virrattunk, halak is tudták mindezt, odálltak a takarmányra, és úgynevezett nyári halászatokat csinálunk folyamatosan, ami azt jelenti, hogy amikor még a békeidők voltak, mondom a 80-as évek, hogy mondjak valamit, akkor bizony egy évben csak kétszer haláztunk, nyáron megegyen a kedves vendég mást, mert halat nem tudunk fogni. Hát mindent megtanultunk természetesen, a folyamatosan működő turizmus ki kell szolgálnunk, és erre minden lehetőségünk meg is van. Nyári halászat azt jelenti, hogy összefogjuk a halakat, beetetünk, odaszoktatjuk őket, és orvul becsapjuk, a hátuk mögé hálót húzunk, kikerítjük őket, és így kerülnek aztán a vendéglők, az éttermek, a kereskedők, vagy éppen a horgászvizek további népesítésére a fazékba, illetve hát a továbbélést illető szabad vizekbe. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!